A Magyar Honvédség idén 8. alkalommal szervezi meg nyári iskolai szünetben a 12-18 éves korosztálynak szóló honvédelmi táborokat. Ezekben a táborokban a diákok 25 féle különböző honvédelmi témájú tematikából választhatnak, az ország mintegy 47 különböző helyszínén. Idén újdonság a tematikák között a drón, életmód, kibervédelmi, ejtőernyős és Ludovika pályorientációs tábor. Az áprilisban meghirdetett táborhelyek mára szinte teljesen megteltek, azaz a júniustól augusztusig 121 turnusban 4500 helyek között már alig akad szabad. Köszöntöm a stúdióban Perge százados urat. Ezt fel fogom olvasni, ez hosszú. Az MH Vitéz Vatajat a második területvédelmi ezred, harmadik területvédelmi zászlaj, hadműveleti tisztjét. Szép estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tiszteltel köszöntök mindenkit, örülök, hogy itt lehetek. Ugye nagyon izgalmas, amikor ezt egyáltalán először meghirdették évekkel ezelőtt, a nyári honvédelmi táborokat, akkor az ember olyan kicsit kétkedve hallgatta, hogy húha, mit is akarnak itt az ilyen fiatalok számára, viszont azt látni egy beszámolóból, hogy minden táborhely megtelt, a gyerekek nem akartak hazamenni. Nagyjából erről szóltak a beszámolók, mennyire fedi ez a valóságot. Igen, a honvédelmi táborok nagyon sikeresek, a harmadik területvédelmi zászlóalj 2019 óta szervez honvédelmi tábor. Korábban a tematikát tekintve sport és harcos táborokat szerveztünk, most 2024 nyarán, idén 4 honvédelmi tábort szervezünk. Tematikáját tekintve mindegyik lovas hagyományőrző tábor lesz, Püspökladány településen korosztály tekintve 17-18 éves korosztály számára, és 12-15 éves korosztály számára, Nyíralónyban ugyanúgy 12-15 éves korosztály számára, és mondjuk Hajdúbeszeményben is lesz honvédelmi táborunk. Hát ez nagyon izgalmasan hangzik, de még mielőtt az idei táborokról beszélünk, egy picit a korábbiakról. Ugye, ahogy mondta, a fiataloknak egy picit valami ízvilágot adni abból, hogy mit jelent az, hogy honvédelem, mit jelent az, hogy a katonalét. Ez mennyire érte el a célját? De egyáltalán célját. Hát mi a célja ezeknek a táboroknak? Célja a fiataloknak a fizikai, szellemi fejlesztése, gyerekeket oktatjuk. A nevelés a legfontosabb, hogy példába szolgáljunk a gyerekeknek. Programtervek alapján valósítjuk meg ezeket a honvédelmi táborokat, katonás napi rendi pontok alapján hajtjuk végre a táboroztatást. Értem ez alatt reggel sorakozó, kihallgatás, alaki foglalkozásokon vesznek részt, katonai alapismereteket sajátítanak el, olyan speciális tudást szereznek, amit az élet bármely területén hasznosan tudnak alkalmazni, egészségügyi foglalkozásokon vesznek részt, újraélesztést, egy stabil oldalfektetést megtanulják, terepen való tájékozódás, a katonai térképnek a használatát elsajátítják, illetve tájolónak a használatát is megtanulják. Rengeteg csapatjátékon vesznek részt, itt a bajtársiasság, a csapatszellemet erősítjük a gyerekekbe, és most idén a lovas és hagyományőrzés az elsődleges prioritás. Hazaszeretet. Ennek a fogalomnak a lelkük beültetése mennyire kihívás és mennyire fontos? Nagyon fontos. A ló, a lovas oktatás a magyar kultúra szerves része, alapköve. Úgy gondolom, hogy ezek a jelentkező gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hogy ismerjék az őseinket, a magyar kultúrát, a történelmi hagyományainkat, mert ha erős gyökerekkel rendelkeznek, akkor az élet bármi területén meg fogják tudni állni a helyüket. Az, hogy a táborokban tényleg olyanokat ismerhetnek, hogy fel is sorolta, hogy az alaki foglalkozástól a minden időben történik, és úgy történik, tehát van egyfajta feszessége, fegyelme a tábornak. Azt gondolná az ember, egy picit ijesztően hat-hat hangozhat a tinédzserek számára, de ezek szerint hát nyilván beszámolók azt mutatják, hogy meg az, hogy milyen gyorsan telnek a helyek, hát épp ellenkezőleg. Nem túl riasztó az, hogy katonás rendben is ki lehet próbálni ezt az életet. Nem riasztó. A tapasztalat, a visszajelzések alapján nyugodtan mondhatom, hogy nagyon szeretik a gyerekek ezt a katonás fegyelmet, rendet, hogy csapatban tudnak dolgozni, csapatjátékokon tudnak részt venni, nagyon sokat fejlődnek egy hét alatt, a szülőknek a visszajelzése is ezt mutatják, és a táborba történő jelentkezés is azt mutatja, hogy előző évben a fele jelentkező már részt vett korábban honvédelmi táborban, szóval csak sikeres volt a táborosztatás. Hát ez a legjobb visszajelzés, ha visszajönnek. Mi a helyzet idén? Tényleg lassan megtelik az összes hely?
vannak még szabad helyek. Püspökladányban elmondom az időpontokat, 6. hó 24-től 28-ig lehet jelentkezni, illetve 7. hó 1-től 5-ig, Nyíradóany városában is tartunk tábort, ott 7. hó 15 és 19 között, Böszörményben pedig 7. hó 29 és 8. hó 2-a. A honvédelmitábor.hu felületen lehet megnézni, jelentkezni, szeretettel várjuk a jelentkezőket. Ó, milyen izgalmas lehet, hogy felülhetnek a lórátok, mi életében nem voltunk közelében, akkor meg pláne milyen izgalmakat rejt. Na most viszont, hogy ez bentlakásos, ott kell lenni, ezt jól gondolom? Igen. Na most ezt hogy viselik? Nagyon jól viselik, és pont azért, mert figyelik egymást ki, milyen szófogadó, egy-két nap alatt nagyon nagy fejlődésen mennek keresztül a gyerekek, szellemileg sokkal lojálisabbak lesznek, empatikusabbak lesznek egymáshoz, segítik egymást a csapatversenyeken, nagyon élvezik így a bentlakás, és hogy bent alvós, így mi sokkal többet tudunk foglalkozni a gyerekekkel, este is beszélgetünk, csapatjátékok után is leülünk, még mindenkivel egyesével beszélünk. Szerintem sikeres. Volt-e már arra példa, hogy aki ilyen táborban vett részt, utána esetleg elgondolkodott azon, hogy az életét a honvédség felé fordítja? Többen jelentkeztek katonai középiskolákba, tartom is velük a kapcsolatot, a szülők is sokszor felhívnak. Ez nagyon jó érzés, hogy az alapokat mi adtuk meg, hogy egy honvédelmi tábor után ők jelentkeztek katonai középiskolába, és a katonai pályát fogják választani. Természetesen, aki civil területre megy, annak pedig remélem, hogy olyan hasznos tudást tudunk nyújtani, amivel az életük során hasznosan tudnak alkalmazni. Na most, ha így hallva az egész programot, azért felvetődik egy nagyon fontos kérdés. Hát mondjuk túl sok idejük nincs a fiataloknak arra, hogy mondjuk használgassák a mobiltelefonjukat, hogy a kibertében ücsörögjenek. Ezt hogy élik meg, ennek a hiányát? Ezt a tábor kezdetén mindig elmondom a szülőknek, behozzák a szülők hétfőn, most hétfőtől péntekig lesznek a táborok, és tájékoztatom a szülőket, hogy minden este csak egy fél órára adjuk oda a gyerekeknek a telefont, akkor fel tudják kívni a szülőket, elújságolják, hogy milyen napi rendi pontok voltak nekik, milyen foglalkozásokon vettek részt. Volt olyan gyerek tavaly, aki már nem is akart a szülővel beszélni este, mert annyira jól érezte magát, inkább ment a többiekkel játszani. Elég az esti szülőkkel való kapcsolattartás telefonon. Itt többet tudnak egymással foglalkozni a gyerekek, többet tudnak játszani, fejlődni, tanulni. Kiderül, hogy van azon kívüli élet is. Igen. Na most, amikor ez mind-mind megtörténik, hát kellően fáradtan indulhatnak haza. Tehát azért egy hét alatt kellően, ha úgy szabad fogalmazni, és elnézést a szóhasználat és szófordulatért, leharcolódnak. Igen, tavaly év tapasztalta, hogy több szülő felhívott két nap után, hogy még mindig alszik a gyerek, hogy mi a probléma, de nem volt semmi probléma, csak nagyon aktívak voltak ezek a napok. Reggel 6-tól sokszor 10-11 óráig foglalkoztunk a gyerekekkel, sportolnak, melegbe, sportos játékos foglalkozásokon vettek részt. Ez megterhelő még egy felnőtt ember számára, és gyerekeknek meg még jobban. De nagyon élvezték. Ugye ezeken a foglalkozáson óhatatlan, hogy ahogyan az önök alakulatának a neve is benne van, területvédelmi, hazavédelmi. Ezeknek a fogalmaknak a tisztázása szóba kerül-e? Tehát van-e arra lehetőség, vagy van egyáltalán a gyerekek részéről igény arra, hogy ilyen alapvető kérdéseket rendben, hogy a hazaszeretetet azt tisztázzák, de hogy mit jelent a hazavédelme? Szellemileg is szoktuk fejleszteni a gyerekeket, tanítjuk őket. A hazaszeretetről, egy kis nemzeti identitás tudat, az őseinkről, a kulturális hagyományaink ápolása, ezeket tanítjuk, beszélünk róla, minden este napirendi programban benne van, de nem katonákat nevelünk. Így gyerekek jelentkeznek, és gyerektábor. Az elsődleges cél, hogy szellemileg és fizikailag fejleszteni a gyerekeket. Természetesen hagyományaink ápolása elengedhetetlen. Nagyon-nagyon fontos. Századosan nekem nagyon tetszik, hogy többször is a válaszaiban nem tett, hogy a szülők fölhívják folyamatos a kapcsolattartás visszajelzést. Ön hogy éli meg? Illetve a társai, akikkel együtt foglalkoznak a fiatalokkal? Én nagyon szerencsés vagyok, mert 2019 óta szervez honvédelmi tábort a Zászlóalj, és minden évben én voltam eddig a táborparancsnok. Nagyon jó a kapcsolatom a gyerekekkel, sok a visszajelzés, a szülők részéről is nagyon sok pozitív visszajelzést kapok. Mi tanítani megyünk a táborokba, de sokszor mi tanulunk a gyerekektől. Nagyon sok jót kapunk, nagyon sok jó visszajelzés, és nekünk is egy hatalmas élmény. Nagyon szépen köszönöm. Még lehet akkor jelentkezni Lehet jelentkezni a honvédelmitábor.hu felületen. Hát szeretettel várunk mindenkit.
bátorítunk mindenkit, hogy jelentkezzen. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt lettem. Eddig tartott ma az esti közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.